Imádkozzunk. Istenünk, adjunk neked hálát azért, hogy te tartod kezedben ezt az egész világot. Akkor is, amikor talán számunkra úgy tűnik, hogy ez a világ teljesen rossz irányba megy. Amikor azt látjuk, hogy zűrzavar van körülöttünk, és nem látunk olyan embereket, akik jó irányba terelnék ezt a népet. De köszönjük neked, Urunk, azt, amikor te közel jössz, amikor megkeresel és megszólítol bennünket, hogy mi lépjünk rá arra a helyes útra, amely feléd visz. És így szeretnénk megköszönni, Uram, azokat a megkereséseket, amiket az életünk során megtapasztaltunk. Amikor személyesen közel jöttél hozzánk, akár a jólétben, akár a nyomorúságban. Köszönjük, Urunk, amikor megszólítottál, amikor megtérésre hívtál, azért, mert szeretsz, és nem akartad, hogy elvesszünk. És áldunk téged azért, Uram, ha ma is úgy jöhettünk eléd, hogy az elmúlt héten a te utaidon járhattunk. Áldunk téged azért, Uram, ha a te dicsőségedre, a te akaratodból tehettünk bármit is. Urunk, köszönjük neked azt, hogy így van gondod ránk, hogy te szólongatsz, vezetsz és tanácsolsz bennünket. Urunk, azt szeretnénk kérni most is ebben az órában, hogy hívd magadhoz. És hadd legyen a mi fülünk nyitott arra, amikor te megszólítasz. Hadd halljuk meg azt, amiből te ki akarsz hívni bennünket. És kérünk téged, légy jelen a te igéd és lelked által, hogy ebben a csendben hallgassunk a te szavadra. Amen. Isten igét a Zakariás próféta könyvéből olvasom, az első rész első 6 verséből, amelyet leülve is figyelemmel hallgassunk meg. Az Zakariás próféta könyvének első részéből, az első 6 versből így szól Isten igéje hozzánk. Dáriusz második esztendejében, a 8. hónapban, így szólt az Úr szava Zakariáshoz, Berekiás fiához, aki Iddó próféta fia volt. Igen, megharagudott atyáitokra az Úr. Azért azt mond nekik, azt mondja a seregek ura, térjetek hozzám. Így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akikhez a korábbi próféták így kiáltottak. Azt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról és gonosz cselekedeteitekből. De ők nem hallgattak meg, és nem figyeltek rám. Így szól az Úr, hol vannak atyáitok? És a próféták vajon örökké élnek? De az én beszédeim és végzéseim, amelyeket szolgáim a próféták által hirdettem, nem de utolérték atyáitokat. Akkor megtértek és azt mondták, ahogyan a seregek ura elhatározta, hogy útjaink és cselekedeteink szerint bánik velünk, úgy bánt velünk. Köszöntöm a gyülekezetet a nyugodalom napján. Zakariás próféta könyvét kezdtük el az elmúlt napokban olvasni. Zakariás a kis próféták közül való volt, aki abban az időben élt, amikor a zsidó nép hazatért a babiloni fogságból. Aggeus prófétával munkálkodott ő együtt, és hirdették az Isten igéjét. És amikor hazatér a zsidó nép a fogságból, akkor elkezdik építeni a templomot. És eltelik egy kis idő, egy néhány év, és az történik, hogy a templom építés abba marad. Megfásulnak, unottá lesznek, és abba hagyják a templom építését. Egy olyan különös dolog történik, ami miatt Isten nem marad néma. Amikor Isten valamit helyre akar állítani a népe életébe, figyeljük meg,
nagyon jól látszik ez az Isten népe életébe, mindig nagyon nagy hangsúlyt tesz arra, hogy a templom és az oltár az legyen rendben. Miért? Azért, mert az az Istennel való találkozásnak a helye. Isten nagyon jól tudta azt, hogy ha az ő népe találkozik vele, beszél vele, imádkozik hozzá, akkor Isten tud nekik tanácsot, útmutatást adni. Ehhez kell egy hely. Kell egy lehetőség. És amikor ez nincs meg, akkor a nép az megy a maga feje után. Isten megkönnyörül a népen, és azt mondja, hogy állítsátok helyre a templomot, hogy én ott találkozzak veletek, beszéljek hozzátok. És a nép el is kezdi építeni, és abba hagyják. Nem gondolnak bele abba, hogy ennek mi lehet a következménye, de Isten igen. Isten igen. Testvérek, Istennek az életünkben vannak megelőző lépései, amikor szeretne megelőzni valami bajt. Mi megszoktuk azt az életünk során, hogy kezeljük a meglévő problémát, a bajt. Nem nagyon szoktunk előre gondolkodni. Megvan minden napnak a maga baja, el vagyunk foglalva, tele van a fejünk minden problémával, és nem igazán van időnk arra, hogy úgy előre kitaláljuk, hogy vajon minek mi lehet a következménye. De Isten előre gondolkodik. És olyan jó úgy hallgatni az igét, hogy abban Isten nekem segíteni akar, hogy én lássam azt, hogy vannak dolgok, amik igenis rossz következménnyel járnak. És ebben az állapotban, amikor a nép abba hagyja az építkezést, jön Zakariás, az Isten embere, és egy különös dolgot mond a népnek. Azt mondja, térjetek hozzám, így szól az Úr, és én is hozzátok térek. És felmerült bennem a kérdés, hogy hát a megfáradás, az unottság, az olyan dolog, amire a megtérés lenne az orvosság? És a válasz így hangzik, testvérek, hogy igen. Ez a gyógyszer, igen. Mert a megtérés mindig azt jelenti, amikor Isten szól, hogy fordulj vissza arról az útról, amint te eltávolodtál tőle. És testvérek, amikor mi megfásultak, összezavarodottak, döntésképtelenek vagyunk, akkor mi egy olyan úton járunk, amin mi nem tudunk kommunikálni az Istennel, mert elfordultunk tőle. Már nem Isten tanácsol, azért lettünk olyan erőtelenek, elhagyatottak, zűrzavarosak, mert nem halljuk az Urat. Azt mondja az Úr, térjetek hozzá. Belefáradtatok? Unottá lettetek? Más érdekeltiteket? Forduljatok vissza hozzám. Ez a megoldás. Azt hiszem, hogy eljutottunk arra a pontra manapság, hogy amikor elhangzik egy ige hirdetésben a megtérés szó, igazából már nem jelent semmit. Hogy ennek mi az oka, hogy túl sokat hallottunk róla, vagy mi magunk túl sokszor hoztunk már meg ilyen döntést, hogy megtérünk, vagy megfordulunk, nem tudom. De eleve már annyira unottan halljuk ezt. Már se rezzen a szívünk. Miért? Azért, mert mindig olyan jó úton járunk. Vagy azért, mert még magunkat is elhallgattatjuk azzal, hogy mondunk egy régi megtérési történetet. De azóta mi van? Azóta minden utam helyén van. Minden irány jó, minden döntésem helyes. Nem léptem rossz útra. Nem vett rossz irányt a gondolkodásom, a döntéseim, a cselekedeteim. Testvérek, nem azt kell szégyelni. Ha Isten engem úgy lát, hogy meg kell térnem. Azt kell szégyelnem, amikor én a megtérésre hívó szóra meg sem mozdulok. Akkor egyre inkább süllyedni fogok a szégyenletes állapotomban. Isten megtérésre hívja a népet, forduljanak vissza. Mert az az út, amin elindulnak, az oda fog vezetni, hogy nem áll helyre a rend,
Nem lesz templom, nem lesz Isten tisztelet, és ahol nincs Isten tisztelet, ott van Istennek való hátatfordítás, ott van Isten káromlás, ott van Isten számon kérő magatartás, és utána már minden egyéb helyet fog kapni. Minden egyéb. És ez ugyanígy van az otthonunkban is. Ahol mi nem tiszteljük az Urat, ott minden egyéb helyet kap, és Isten ezt látja az ő népe életében. És mond egy intő példát, Zakariás. Ne legyetek olyanok, mint atyáitok, akiknek azt mondta az Úr, térjetek meg gonosz útjaitokról, és gonosz cselekedeteitekből, de ők nem hallgattak meg, és nem figyeltek rám. Nem azt mondja Zakariás, hogy nem hallották az Úr intését. Nem hallgatták meg. Nem figyeltek rá. Testvérek, nem az okozza egy embernek a vesztét, hogy nem hallja az Urat, hanem az, hogy nem hallgatja meg. Nekünk nem abból van gondunk, hogy sokszor nem halljuk, hogy az Úr mit mond, hanem abból, hogy nem hallgatok rá. Ülhetünk mi itt minden alkalmon, ha én nem hallgatok az Úrra, és nem figyelek rá. És az 5. versben feltesz Zakariás egy kérdést. Hol vannak atyáitok? Jó lenne ma délelőtt, ha beszélnénk, vagy gondolkodnánk arról, amiről mi nem szeretünk, és nem szoktunk. Hol vannak atyáink? Az őseink. Azt szoktuk mondani, hogy ne bolygassuk az ősök emlékét, mert az szent. És erre a mondatra mindenki elhallgat. Ez egy nagyon szép mondat. Ezzel a mondattal egyetlen aprócska gond van, hogy Isten ezt nem így gondolja. Amikor az őseinkről van szó, eszünkbe szokott jutni az, hogy mi mindenen mentek keresztül. Mennyi nyomorúságot, küzdelmet, háborút, nélkülözést éltek meg. És úgy tekintünk ezekre a dolgokra, hogy mindaz, amit ők megéltek, az tulajdonképpen szentesíti az ő életvitelüket, meg őket magukat is. Csak ez nem igaz. Ezt a Biblia nem írja alá, testvérek. Ezt mi szeretnénk, ha így lenne. És ezért beszélünk úgy egy-egy emberről, hogy áldott emlékű. Meg szent. És úgy is kezeljük a múltat, az elköltözötteket, mint valami szent és érinthetetlen és sérthetetlen dolgot. Ne értsük félre azt, amit az ige mond, nem arról van szó, hogy kezdjünk el visszafelé mutogatni, köpködni és átkozódni. Nem. Nem erről van szó. Egy nagyon egyszerű kérdést tesz fel Zakariás. Hol vannak atyáitok? És azt jelenti ez a kérdés, hogy hová jutottak az ő döntései következtében. Erre kell választodni. Mi lett a jutalma annak, ahogyan ők éltek, döntöttek, viselkedtek? Nem szeretünk erről beszélni két dolog miatt. Az egyik dolog az, hogy nem szeretnénk, ha erre rossz válaszok születnének. Ha olyan dolgokkal kellene szembesülnünk, amik nekünk nem okoznak örömet. A másik dolog, ami miatt nem szeretünk erről beszélni, hogy van bennünk egy titkos reménység, hogy majd rólunk se fognak beszélni a gyermekeink. Csak egyik sem állja meg a helyét. Miért kérdezi ezt Isten? Azért, hogy az ő népe okuljon az atyák rossz döntéséből. Ugyanaz történik meg a nép életében, amit Isten már előtte
végigcsinált az atyák életében. Ugyanúgy megkereste őket, ugyanúgy figyelmeztette, ugyanúgy hívta őket, hogy térjetek hozzám, csak nem figyeltek rá, és nem hallgattak rá az Úrra. Kinek mondja ezt Isten? Annak a népnek mondja, testvérek, akik elszenvedték a babiloni fogságot. Akik a bőrükön érezték a babiloni fogságnak a súlyát, meg a terhét. Mintha azt mondaná Zakariás, hát nektek mondjam el, mi lett a következmény? Hát ti voltatok azok, akik most hazajöttetek. Akik 70 év fogság után visszajöttetek. Ott születtek sokan már. Nektek szemetekkel kellett látni a következményt. Nagyon sokszor mi beleállunk abba, hogy megoldjuk azt a problémát, amiben vagyunk. Nagyon sokszor küzdünk, dolgozunk azért, hogy azt a fajta életmódot, amit kaptunk, örököltünk, azon javítsunk. Ezzel nincsen gond. Azzal van gond, testvérek, amikor mi nem akarjuk kimondani azt, hogy nagyon sok rossz dolog azért van az életünkben, mert valaki előttünk is döntött rosszul. És nagyon sok dolognak azért kell hordani a keserű következményét, mert valakik nem jártak az Isten útján, és sorozatosan esztelen és rossz döntéseket hoztak. Nagyon sok mindent azért kell most építenünk, most újítanunk, most rendbe tennünk, most helyrehoznunk, mert valaki nem törődött vele a múltban. Nem így van? És vannak olyan problémák, generációs problémák a családunkon belül, amikről nem beszélünk, de múltbeli rossz döntések sorozatának a következménye. Vannak családok, ahol nézni, szenvedni kell azt, hogy valaki úgy oldja meg a problémáját, hogy alkoholba folytja. Miért? Mert nem látott soha jobb megoldást. Mert erre tanították meg. Nem tanították jobbra. Az kinek a döntése volt? Valakié. Nekünk van egy téves képünk az Istenről. Mi úgy gondoljuk, hogy Istennek vannak ígéretei. Neki ez kutya kötelessége betartani. Sőt, lehet vele zsarolni is, hogy te megígérted, Uram. Csak miközben ezt gondoljuk az Istenről, úgy szoktunk gondolkodni, nekem meg nincsen semmi kötelességem és felelősségem. Ezért vagyunk csalódottak, sokszor kérek valamit, Istentől nem adta meg. Mert nincs szabadsága rá, hogy ne adja meg. És ugyanígy volt a nép. Az volt az Isten kötelesség, hogy hozza haza. Letelt a 70 év, jöjjünk haza. És azt mondja Isten, ti hová mentek most? Hol vannak az atyáitok? Azok, akik Babilonból hazajöttek, körülbelül 50 ezer ember volt. Nagyon sokan ott haltak meg. És nem is jött haza mindenki, mert sokan letelepedtek ott egy idegen nép, idegen földén. Azt kérdezi Isten, hol vannak atyáitok? Az atyák engedetlensége nagyon sok ember életébe halált termett. Kínlódást, küszködést, fogságot. Azt mondja Isten, nem látjátok. Vagy nem akarjátok ezt látni. Testvérek, vannak dolgok, amik felett, ha mi nem mondunk ki ítéletet, akkor azt nagyon könnyen betesszük arra a polcra, amire azt mondjuk, hogy jó volt az. Jó volt az is. Mit tudjunk csinálni? Hát jobbat. Jobbat. Mit lehet tenni? Jobbat. Hát lehet másképp élni? Azt mondja Isten, lehet. Csak két dolgon múlik. Hallgatsz rám, meg figyelsz rám. Az atyák élete pont ott dőlt el, hogy nem hallgatott rám, meg nem figyelt rám. Hadd tegyek fel egy egyszerű kérdést, testvérek, és nem bántani akarok senkit. Nagyon sokan
Az ősök közül beszéltek arról, hogy mit éltek át. Hány megtérési történetet hallottatok? Hányat? Azt hallottuk, hogy menni kell templomba, mert megver a jóisten. Még jó, hogy nem lett igaz. Értjük, miről van szó? Hogy attól, hogy valamit mi szenté javatunk, az még nem lesz szent. Nem szentesíti a döntéseket, a cselekedeteket. Ha körülnézünk a családunkban, a falunkban, látjuk, hogy mennyi vétkes örökség van? Látjuk, hogy mennyi babonás ember van még mindig a faluban? Látjuk azt, hány megkötözött ember van még mindig a közösségünkben? Látjuk azt, hogy mennyi nyomorúság van otthonokban, ahol nem tudunk megbocsájtani? Ahol generációkon keresztül harag és gyűlölet van? Egy udvaron, egy tető alatt. Látjuk azt, hogy mennyire művészien tudjuk átkozni egymást? Látjuk azt, hogy ennek a falunak az egyik bélyege, amit minden nép tud a környezetünkben, hogy rettenetesen irigy. Honnan van ez? Hol vannak az atyáink? Ki tanította? Miért mutat vissza Zakariás? Mert meg szeretné mutatni, hogy honnan kell megtérni. Meg akarja mutatni, hogy honnan nem tértek meg az őseitek. Mi nem változtattak az őseitek, de ti változtathattok. Azt mondja Isten, térjetek hozzám. És én hozzátok térek. Azt mondja az Úr, szeretnék mozdulni felétek, közeledni hozzátok. Ti szeretnétek? Szeretnétek? Ez a nép nem volt mindig gonosz. Csak éppen akkor, amikor Isten megszólította őket, akkor azt mondja a próféta, hogy de gonoszok voltak, és nem hallgattak rá. A gonoszság szó azt jelenti, hogy tudnék jót cselekedni, de azért se. Azért se. Inkább másat teszek. Testvérek, hányszor kell gonosznak lenni? Az ige szerint elég egyszer. És majd 100 évnyi küszködés és szenvedés lesz a következménye. Egyetlen rossz döntésnek. Hol vannak atyáitok? Manapság úgy vagyunk ezzel, hogy mikor lezárunk egy koporsót, hogy gyorsan felejtsünk el mindent. Vége van. Ne beszéljünk róla, ne emlékezzünk rá. Pedig az ige arról beszél, hogy ezek az emberek vannak valahol. Jutottak, kerültek valahova. De hova? Hova? Mi se szeretünk erről beszélni. Isten népe se szeretett erről beszélni. Észrevettük, testvérek, hogy van egy hőn áhított vágy minden generáció szívében, hogy szeretne gyorsan felejteni. És sikerült? Szerintem nem. Nagyon sok erőt és időt vesz el tőlünk az, hogy el akarunk felejteni rossz dolgokat, amiből nem okultunk, nem tanultunk. És olyan különös az Isten szeretete, nem engedi, hogy elfelejtsük. Sokszor ezért haragszunk az Istenre, hogy Uram, nem lehetne ezt kitörülni egy éjszaka alatt, hogy holnap már ne emlékezzek a rossz dolgokra. Ne legyen következménye. És azt mondja Isten, de hát te hordozod a következményét. A bőrödön, a te családod, a te nemzedéket hordozza az előző nemzedéknek a döntéseit, a következményét. Azt mondja az Úr, térjetek hozzám. Olyan különös az Isten, amikor megkeres.
úgy belegondoltam abba, hogy hagyhatná Isten, hogy akkor menjetek, nem akartok templomot építeni, nem akarjátok, hogy az Isten tisztelete a helyén, menjetek, és nem ezt teszi Isten. Ő féltőn szerető Isten. Ez az ige azoknak hangzik el, akik élnek. De azokról beszél, akik már meghaltak. És olyan jó lenne, testvérek, ma délelőtt úgy látni az Isten igéjét, hogy Isten nem büntetni akar. Nem szemrehányást akar tenni, csak rá akarja ébreszteni a ma élő embert, hogy okulj a múlt hibáiból. Ne szentesítsd, ne felejtsd, tanulj belőle. Miért? Azért, testvérek, mert még eltelik egy kis idő, nem tudom mennyi, és egyszer csak rólunk fognak úgy beszélni, hogy ősök, hogy apák és anyák. És azt, amit a gyerekeink megélnek majd, az részben a mi döntésünknek lesz köszönhető. És ugyanúgy figyelmeztet az Isten igéje. És ugyanúgy igaz lesz majd egyszer ránk, hogy hol vannak. Hol vannak. És éppen ez hadd hozzá elő ma délelőtt azt a kérdést, hogy hová tart a mi útunk? Amivel foglalatosak vagyunk, az hová visz? Ha figyelmesen olvastuk ezt a könyvet, akkor az történik ezzel a néppel, hogy elkezdtek hiúságokkal foglalkozni. Mert a hiúság szó alatt sokszor azt értjük, hogy valaki úgy kényes módon elkezd hivalkodni. Ezt is jelenti, de van ennek egy másik jelentése, ami sokkal fontosabb. Azt jelenti ez a szó, hogy magát elkezdte sokkal többre tartani, mint ami. És ugyanezt várta másoktól is. Tartsatok engem többre. Több vagyok én annál, hogy ezzel törődjek. Nem az én dolgom. És itt dől el, hogy mivel foglalkozok. Olyan hangsúlyos az, amit az ige mond. Ezzel foglalkoztak. Mert már nem foglalkoztak azzal, amit Isten bízott rájuk. Mivel foglalkozunk ma? És az, amivel foglalkozunk, az hová visz bennünket? Lát ma Isten bennünket úgy, mint az ő dolgában foglalatos embert? Lát a gyermekünk úgy, mint az Isten dolgaival foglalatos embereket? Mert ez az, ami meghatározza a jövőt. Mindig ez az. A Biblia minden egyes lapja pont erről beszél, hogy amikor valaki komolyan vette, foglalatos volt az Isten dolgaival, az mindig követte egy áldott időszak. Aminek lettek részesei a gyermekek, az unokák, és megélhették az Isten áldását. És amikor valaki elkezdett hiúságokkal foglalkozni, azt még mindig egy keserű, átkos időszak követte. Ez rajtunk dől el, és olyan nagy kegyelem, amikor Isten megszólít, mert ott jövő dől el. Ott dől el a jövő. Csak hogy ezt Isten keretek közé zárja. Időhöz köti. Azt mondja, hogy akkor. Akkor, amikor szóltam. Nem hallgattak rám, nem figyeltek rám. És a mi életünkben is van ilyen, ami arról szól, hogy akkor. És az a kérdés, testvérek, hogy akkor, amikor Isten minket szólít meg, akkor ő szeretne tényleg lezárni egy múltat, és egy új lehetőséget adni annak, akit megszólít. Akkor van lehetőségem, hogy ráhallgassak, és figyeljek rá. Mert el van készítve az áldás, mint ahogy ennek a népnek is el volt készítve. És Isten szerette volna odaadni nekik. És a megtérő embernek, a hozzá visszaforduló embernek Isten oda is adja ezt az áldást. Akkor. Olyan jó lenne ma délelőtt eldönteni ezt, hogy Uram,
Most már akkor, amikor te szólsz, én mindig rád akarok hallgatni. Nem hiúságokkal, esztelen dolgokkal foglalkozni, hanem hozzátérni és rád hallgatni. Amen. Imádkozz. Istenünk, hadd adjunk neked hálát azokért az időkért, amikor megszólítottál. És különösképpen hadd köszönjük meg neked azt, amikor mi meghallottuk, és igent mondtunk a te szavadra. Urunk, te látod azt, hogy milyen állapotban vagyunk, tudunk-e még igent mondani. Megvalljuk neked, hogy nem mindig. És nem mindig akarunk igent mondani. Nekünk is van elképzelésünk, vannak terveink, céljaink, és olyan fájóan érint bennünket az, amikor te teljesen más irányba akarsz vezetni. De köszönjük, hogy ez az irány mindig jobb. És hadd könyörögjünk hozzád, Urunk, azért, hogy bocsáss meg nekünk, amikor mi nem hallgattunk rád. Bocsáss meg azokért a megkeresésekért, amire mi nem is válaszoltunk. Amikor mi el voltunk a sérelmeinkkel, el voltunk azokkal a dolgokkal, ami nekünk talán fontosabb volt. Könyörülj rajtunk, Urunk. És segíts nekünk abban, hogy döntés szülessen a mi szívünkben, hogy akkor, amikor te megszólítasz, mi legyünk azok az emberek, akik igent mondunk a te szavadra. Akik készek vagyunk visszafordulni, megtérni hozzád. Uram, adj megtérést a gyülekezetünkbe. Mindazoknak, akik eltávolodtak, akik elfordultak, akiket elvitt valami más irányba. Uram, te számolsz a gonosszal, mi sokszor nem. És segíts nekünk meglátni azt, hogy amit teszünk, abban kivezet, ki tanácsol bennünket. Így kérünk, áld és szenteld meg a mi életünket. Hozd el mindnyájunk életében azokat a megtéréseket, amiben mi újra ott vagyunk a te jelenlétedben, a te közeledben. Kérünk, hallgass meg minket, és halld meg a most csendben elmondott imáinkat is. Legyen meg, Urunk, a te akaratod mindenben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nevekedjetek a